Nemrég beszámoltunk arról, hogy halálos baleset történt az 57-es főút pécsi elkerülő szakaszán. A mostani tavaszias időjárás miatt egyre többen kezdik újra használni kétkerekű járművüket. Ez azonban veszélyeket rejthet magában, mint ahogyan azt ez a motoros baleset is jól mutatja. A szakemberek azt javasolják, hogy tavaszig ne is üljenek motorra azok, akik ezt a közlekedési módot kedvelik, hiszen hatalmas különbség van az aszfalt és a levegő hőmérséklete között. Hiába érezzük ma is mondjuk egy jó tavaszi napnak ez 17 fokkal, akár napon 18 fokkal. Az aszfalt annyira hideg, hogy semmilyen tapadás nincs a motoron. Illetve amit még nem számolnak bele sokan, hogy különböző külső tényezők hatnak ránk, úgy mint szél, esetleg hirtelen hideg, ami mind az emberi szervezetet alkalmas sokkolni. A motoros oktatást is úgy időzítik az autós iskolákban, hogy az október végétől március elejéig szünetel. Ez időjárás függő is, de az őszi és téli hónapokban egyáltalán nem ajánlott a kétkerekű járművel közlekedni. A legjobb megoldás az lenne, ha addig várnának a motortulajdonosok, amíg az aszfalt hőmérséklete el nem éri tartósan a 10 Celsius fokot. De arra is van mód, hogy felfrissítsék a vezetéstechnikai tudásukat. Minden év elején, hol a rendőrség, hol különböző szervezetek csinálnak vezetéstechnikai tréningeket. Én ezeket javasolnám mindenképpen. Ez egy felkészítést ad, mert azért lássuk be, hogy egy ilyen időjárás körülmények között most utoljára mondjuk októberbe ültünk egészségesen motoron, és legközelebb, amikor tényleg jó idő lesz, az április lesz. Ez pedig túl nagy kihagyás ahhoz, hogy ne essenek ki a motorosok a rutinból. Ebben segíthet egy ilyen tréning. Emellett a megfelelő körültekintés és a szabályainak a betartása ugyanúgy vonatkozik a motort használókra, mint a forgalom többi tagjára.